próbáljuk az időt kihasználni a regenerációra és a pihenésre. Most szerencség is van, mert szép idő is van, sokan kint a szabadba tudják tölteni és kikapcsolódni. Valóban most erőltetett menet jön ránk, a kondikat is erősebben csináljuk, mint ahogy szoktuk, több edzés is van, de igyekszünk most felépíteni, meg megerősíteni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, és szeretnénk a meccseket is arra úgymond használni, hogy megvalósítsuk azokat a dolgokat, amiket edzésen gyakorlunk. Én azt gondolom róluk, hogy egy fiatal, lendületes csapat, egy fiatal edzővel, ezt tavaly is láthattuk, igen, idén volt egy ilyen szerencsétlen szituáció, amiből mi magyarok pont kimaradtunk, mert akkor volt egy háromnapos összetartásunk, és csak hallottunk róla, hogy mi történt. Én nagyon bízom benne, hogy a holnapi meccsen tudjuk azokat a dolgokat használni, amiket az előbb mondtam, hogy azokat a dolgokat gyakorolni, amiket edzésen is most elkezdtünk, és hogy a lerohanásunk meg a védekezésünk is erősödjön. Azt gondolom, hogy szeretnénk ezen nagyon erősödni, mert az utóbbi meccsen is az első fél időben viszonylag sok gólt kaptunk, aminek annyira nem örültünk, és szeretnénk, hogy a meccs elejétől kezdve felkeményedjen a védekezésünk is.